Sziasztok, Luca vagyok, és ma egy tag videóval készültem, ami egy baba névtag lesz, amit Gabby Lindinél láttam, aki egy angol videós, majd lelinkelem az ő videóját az infoboxba. Ő 15 kérdést talált ki ehhez a taghez, de én egy kicsit kevesebbet válogattam ki, mert voltak olyan dolgok, amikre egyszerűen nem találtam jó magyar neveket. Én nagyon szeretek tulajdonneveket válogatni, úgy ízlelgetni, hogy mi az, ami tetszik nekem, mi az, ami kevésbé, de azért úgy érzem, hogy magyarul sokkal nehezebb neveket választani, szóval például nem is tudom, annyi francia, annyi angol név van, ami gyönyörűen hangzik, de magyarul nem tudom, én mindig úgy éreztem, hogy egy kicsit bénább neveket lehet csak találni. Mindenesetre azért a kérdések nagy részét megtartottam, és szerintem kezdjük is el! Az első kérdés, hogy milyen nevet választanál egy hármas ikreknek, hogyha téli témájú neveket választanál. És ez nehéz. Magyarul is vannak olyan nevek, amik ilyen tárgyak, meg ilyesmi, de mondjuk nincs olyan név, hogy hópehely, hógolyó, az ilyen nagyon-nagyon-nagyon tipikus téli tárgyak vagy dolgok. Úgyhogy egy kicsit el kellett vonatkoztatnom, szóval az első név, amit kitaláltam, az igazából ősz vége, de tél eleje, úgyhogy holló. Ez egy állatfajta, de szerintem nagyon szép név, olyan komolyságot hordoz, és olyan elegáns. És én tényleg én nagyon szívesen nevezném a gyerekemet Hollónak. A második a Barka, és a harmadik pedig Aira, ami egy tök különleges név, az igazából csak annyiban téli, hogy finn eredetű, de így lenne a hármas ikrekem, Holló, Barka és Aira. Igen, egy kicsit talán túl különleges mind a három, de mondjuk téli témájú nevekből nem találtam olyat, ami ne lett volna különleges, úgyhogy ő az első hármas. A második pedig ugyanez a szituáció, tehát hármas ikrekhez nyári témájú neveket kellett választani, és itt szintén nagyon elvonatkoztattam, az egyik Csikó! Egy ilyen tök játékos név, így elképzeltem egy lovat a nyári napsütésben szaladgálni a réten, úgyhogy ő az első, Áfonya és Bodza. Tudom, hogy sokan vannak, akik nem szeretik az ilyen gyümölcs meg ételneveket, de szerintem gyönyörű, Bodza. Kicsi Bodza, Áfi, ezek olyan jó nevek. Tehát Csikó, Áfonya és Bodza. A harmadik kérdés az volt, hogy mi a kedvenc, kifejezetten angol jellegű neved, és hát ezt ugye átfordítottam magyarra, szóval nekem a kedvenc magyar jellegű nevem, hát nem nagyon van. Annyira nem vagyok oda az ilyen nagy magyar nevekért, de végül is hármat választottam, amik úgy szerintem jók. Nimród, Regő és Sólyom. És azóta egyik barátnőmnek a kisfiát Sólyomnak nevezték el, úgyhogy a kis Sólymi már létezik, és szerintem nagyon illik hozzá a név. Másik kettő pedig Nimród. Nimród is egy ilyen komoly név. Azt hiszem, hogy én oda vagyok az ilyen komoly, elegáns nevekért. A harmadik pedig a Regő, ami szintén olyan, nem is tudom, Regő, olyan komoly, elegáns, stílusos, szerintem. A negyedik kérdés arra vonatkozik, hogy melyik az a név, amiből egyszerűen nem engednél, még akkor sem, hogyha partnerednek nem tetszene egyáltalán. Nem tudom, nekem van egy pár olyan nevem, amit úgy nagyon-nagyon szívesen adnék a gyerekemnek, viszont azt nyilván nem szeretném, hogy a partneremnek ne tetszen ez a név, szóval inkább akkor megpróbálnék kompromisszumot kötni. Annyira nem ragaszkodom egyik névhez sem, úgyhogy igen, nincs egy olyan. Hogyha választanod kellene egy nevet a kedvenc filmedből, akkor mi lenne az? Hát ez ugye nem könnyű, mert gyakorlatilag az összes ilyen nagy film, amit ismerünk, az nem magyar, hanem angol, és ugye most én megpróbáltam csak magyar tulajdonneveket választani, úgyhogy végül is azt néztem, hogy amiket Magyarországon anyakönyvesztetni lehet, és a Gyűrűk urából és a Harry Potterből vannak, amik egyébként nem kifejezetten a kedvenc filmjeim, mert nincsen kedvenc filmem, zárójel bezár, az a Boromir és a Sirius. Mindkettő fiú név, mindkettőnek tetszik a hangzása, a Sirius nagyon különleges, és ugye a Harry Potterben is egy különleges szerep, illetve a Boromirnak a hangzása is. Boromir. Hát ez talán egy kicsit túl különleges. Akkor lehet, hogy maradnék a Siriusnál. Bár gondolom ott is mindenki cseszegetni a gyerekemet ezzel, hogy Harry Potter meg minden, úgyhogy hát nem tudom, ezeket találtam. Milyen nevet választanál, hogyha egy Disney meséből kellene választanod? És itt én az Arielt találtam. Szerintem az szép. Milyen nevet adnál egy
Barna egy szőke és egy fekete hajú gyereknek. Barnának a Fiónát választottam, szőkének a Flórát, és feketének pedig az Árvent. Na, ezek már egy kicsit olyan normálisabb nevek, mondjuk igazából a Flóra az, ami a legilyen hétköznapibb név, tehát Flórából ismerek, ismerek Flórát, még a többi névből, hát ugye kis Solymit, többet nem is ismertem ezekből a nevekből. Na mindegy, de hogy a Flóra nekem olyan ilyen tipikusan kis szőke kislány név. Annak ellenére, hogy a Flóráknak a nagy része, akiket ismerek, nem szőke. Nem tudom ez hogy van, de ez így van. Fiona lenne a barna, és ugye, hát Árven a fekete. Mi a kedvenc város vagy ország témájú neved? Hát ez iszonyú nehéz volt, mert nem nagyon lehet városokat anyakönyvesztetni nálunk, tehát nem nevezheted el Chicagónak a gyerekedet. Hát olyat találtam, hogy Buda, de annál a névnél már azt érzem, hogy ez egy kicsit túl komoly. Olyan kicsit túl lassú és uncsi. És akkor még, amit találtam, az a Mór. Az viszont szép. Az olyan nyugalmas Mór. Ja. Hogyha Harry Potterből választhatnál egy nevet, akkor mi lenne az? Ez egyértelműen a Luna. Hogyha a barátaid közül kellene elnevezned valakiről a gyerekedet, akkor mi lenne a neve? Hát itt sokat írtam, nem nagyon tudok még köztük választani, de elmondom az összeset, nagyrészt lánynevek. Egyébként szerintem sokkal könnyebb lánynevet választani. Szóval Petra, Míra, Lilla, Nóra, Ádám, és van egy Eske nevű barátnőm, akit Emesének anyakönyvesztettek, és egy filmben egy indiánt hívtak Eskének, és róla kapta a nevét, és ez olyan különleges. De szerintem talán emiatt nem is keresztelném Eskének, hogy így ne vegyem el a különlegességét, de nekem ez nagyon tetszik, hogy neki egy ilyen egyedi neve van. Mi a kedvenc űr témájú neved? Itt is egy kicsit el kellett vonatkoztatnom, mert nem tudom, Plutó, Neptunusz, meg ilyenek, ez így nyilván nem. Hát az jutott eszembe, hogy Csilla, azt hiszem, hogy a csillagból ered, úgyhogy ez így végül is beleillik ebbe a képbe, én nagyon szeretem ezt a nevet. A másik pedig az Ében, ami, hát ugye, fekete, úgyhogy ezt is egy kicsit ilyen elvonatkoztatottan találtam ki, de szerintem ez egy nagyon szép név. Az utolsó kérdés pedig, hogy a görög mitológiából milyen nevet választanál, és na, ez nagyon nehéz volt. Emiatt a kérdés miatt megint át kellett futnom az egész tulajdonnév listát A-tól Z-ig, de végül is kiírtam mindent, aminek köze lehet ehhez, és egy kicsit is tetszik. És találtam egy ilyet, hogy Círus. Ez egy ilyen olyan, mint hogyha kismacskádat becéznéd, így Círus, Círuska, de végül is ez tetszik nekem. Azt szerintem már mondtam valamelyik videómban, hogy a C-s neveket szeretem, így a Lucát is szeretem, mert van benne egy kis játékosság, úgyhogy a Círus, ez így tetszik. A második az Ilián, ami egy olyan 5-ből 4 pontot kapna nálam, de hát így örültem, hogy találtam egy nevet így az I-nél, úgyhogy ezt kiírtam, mert azért van egy ilyen kis szép dallama. Ilián. Szerintem jó. Jácint, Héra, és Arion. És ismerek is egy Arion-t, és szerintem ti is ismeritek Ditke barátját. És úgy illik hozzá ez a név, és olyan különleges, úgyhogy még ezt beválasztottam. És aztán még kiírtam egy csomó nevet így a keresgélés közben, de a kérdéseket ezek a nevek fették le, úgyhogy hogyha találok még egyszer valamilyen baby név tag videót, vagy kérdéseket, akkor lehet, hogy lesz még egy második rész ebből. De most egyelőre ennyi. Úgyhogy, hát nagyon kíváncsian várom a kommentben, hogy nektek mi a véleményetek ezekről a nevekről, amiket én választottam, és hogy nektek eszetekbe jutott-e valami ezekről a kérdésekről, a kategóriákról, mert tényleg nehéz magyarul szép neveket választani, szerintem. Úgyhogy, ha valamelyik kérdésre van ötletetek, akkor írjátok meg kommentben, kövessetek Instán és Twitteren, ahol a Sluc néven találtok, és jövő héten talán találkozunk. Sziasztok!